A döntőben Észak-Ciprus csapatát 3-1-re verve aranyérmes lett a szigeten Famagusztában rendezett futballtornán az író válogatott, amely németeket, törököket, görög-ciprusiakat is legyőzött. Belányi József kapus, Kukorelli Endre játékos edző és Benkő Gábor gólfelelős mesél már is a tornáról. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt. Uraim, kezdjük ott, hogy itt a szalagcímek között kell először, hogy eligazítsatok engem. Megnyerte a rangos európai tornát az író válogatott. Magyarország ismét Európa bajnok az író euron. Ez a litera, tehát ez az irodalmi forrás. Magyaroknak tapsoltak Cipruson, világbajnok az író válogatott. Ez már foci szakma, forfortú. Nagyon nagy az öröm, valamit megnyertetek, de mi ennek pontosan a definíciója? Hát nevezünk mi galaxis bajnokság. Galaxis bajnokság, univerzum. Igazából az Európa bajnokságban annyi az igazság, hogy volt ezelőtt x évvel, most 96-ban, 98-ban, tényleg volt egy, igen, mikor volt az osztrák svájci közös rendezésű EB, akkor rendeztek egy ilyen író Európa bajnokságot, és tényleg megnyertük. És itt meg több csapat is volt, mint akkor, tehát persze nyugodtan ilyen szempontból nevezhetjük Európa bajnokságnak. Nem de... hivatalos Európa bajnokság, ez jó nevezik. Így. Jó, oké, rendben van. Na most akkor ezt megfejtettük, nyilván a világsikere kiéhezett magyar futballpublikum hajlamos néha a túlzásokra, tehát már világbajnoknak lát benneteket. De majd lesz egyszer világbajnokság is. Mikor lesz egyébként? Van róla szó egyébként, csak nem tudom, Péter, Zilahi Péter, aki szervezi ezeket a nemzetközi tornákat magyar részről, ő azt mondta, hogy elég nehéz ezt úgy összeszervezni, hogy mondjuk egy amerikai csapat összejöjjön, mert hogy három emberrel beszélt már, és nem akar összejönni úgy a foci, az USA foci csapata, de azt mondta, hogy Argentínában lehet, hogy tudna egy csapatot kiállítani, vagy Brazíliában. Lehet, hogy lesz ebből egyszer VB. Összeszednék őket, az írókat így a strandról, aztán. Na most mit szólt a sikerhez a beteg Eszterházy Péter, miután ezt a tornagyőzelmet neki dedikáltátok, ahogyan ez egyébként előtte a felkészülés során a Csepel-szigeteken is történt? Ez az a helyzet, hogy úgy indult az egész, hogy 1996-ban engem meghívtak egy franciaországi író találkozóra, és ott kérdezte a szervező, hogy nem akarok egy kosárlabdázni, és akkor azt mondtam, hogy, azt róla. Nem, de hogyha a következő évben meghívják a magyar író válogatottat, mert még akkor nem létezett, akkor játszunk. És akkor tényleg el is mentünk a következő évben, és megvertük a Rest of the World-ot, tehát egy ilyen vegyes csapatot nagyon, és ott a Péter is játszott, az első meccsen játszott az Eszterházy Péter is, de játszott még a Garaci is, tehát egy csomóan játszottak, és hát az Eszterházyval nagyon régen fociztam együtt, úgyhogy hát majd felépül a Péter, és majd megint fog játszani. Így van, és reméljük, hogy akkor ez is egy jó kis gyógyszer számára, amikor látja, hogy a csapat ilyen jó szerepelt. És ugye azt, mint mondtam, hogy a Csepelen is készültetek Ciprusra, ugye a művész válogatott ellen mondhatjuk, hogy volt egy főpróba a Majálison. Mester, mert hogy így kell, hogy szólítsunk, hiszen játékos edző vagy. Akkor már megmutatta a csapat a kiváló formáját? Igen, ezt hagyjuk, hogy én játékos edző lennék. Én ott rohangálok egy darabig, aztán begörcsöl a lábam, de egyébként meg boldogan rohangálok. Nem, hát ott jó kikaptunk, de hát majd az urak elmondják a vereségről, majd ők referálnak. Na hát jó, de azt most hagyjuk. Tehát akkor ezek szerint akkor ez a főpróba előadást közhelyénél maradva. Milyen célokkal mentetek Ciprusra? A célokat előzetesen szerintem nem tudtuk konkrétan megfogalmazni, nyilvánvalóan jól akartuk magunkat érezni, illetve most egy új alakuló, egy fiatalodó íróválogatott jött össze, nagyon sokan nem ismertük még egymást, az sem volt ritka, hogy most ott találkoztunk először a repülőtéren, amikor elindultunk Ciprusra, úgyhogy igazából... Tehát bele az ismeretlenbe egy kicsit lesz, ami lesz. Egy kicsit volt egy ilyen íze a történetnek, de a futball közösség formáló erejét már sokszor bebizonyította, és azt hiszem, hogy ez alatt a néhány nap alatt Cipruson újra bebizonyította még ilyen amatőr szinten is, itt meg aztán sőt pláne, hogy milyen közösségformáló ereje van egy ilyen rendezvénynek, a labdarúgásnak, hiszen a néhány nap során olyan szinten összekovácsolódott ez a társaság, mind a pályán kívül, ami azt hiszem, hogy tényleg példaértékű, egy nagyon, nagyon jó hangulatú rendezvény volt, nem csak azért, mert nyertünk, hanem azért is, mert egy olyan társaság jött össze, fiatalok, idősebbek egyaránt, annyira megtaláltuk egymással a közös hangot, ami tényleg egy példaértékű és egy nagyon-nagyon szép emlék szerintem mindannyiunk számára. Na most Ösi, azt ugye irodalmilag tudjuk, hogy a Holdon már jártál, de Ciprus jobb helye. Hát egy kicsit, melegebb egy kicsit. Na most ugye arra gondolok, hogy mennyire volt
rögös az az út a döntőig. Angolokat, osztrákokat elkerültétek. Sajnos. Sajnos. Hát igen, mert egy mind a két mérkőzés egy olyan történelmi, hát egyrészt meg igen, hát egy történelmi hagyományokkal bíró találkozó. Azt hiszem, hogy mindannyian szerettünk volna pályára lépni az osztrákok és az angolok ellen. Ezzel talán ők utólag már örülnek annak, hogy elkerültek minket, hiszen szerintelenség nélkül csak a tényeket mondom, hogy megnyertük ezt a tornát, úgyhogy mi voltunk a legjobb csapat, de azért sajnáljuk, hogy ellenük nem tudtunk játszani. Bandi, a finálé előtt melyik volt a legnehezebb meccsetek? Volt-e olyan pillanat vagy mérkőzés, ahol meginoktatok? Volt olyan, aztán a törökökkel volt egy ilyen 2-2-es ilyen veszélyes meccs, amikor vezettek, kétszer is vezettek, de tényleg az van, hogy nagyon, hát szóval a régi csapat is nagyon jó, meg aranyosak meg minden, de ezek a fiatalok, ezek annyira helyesek voltak, hogy tényleg is éreztem rajtuk, hogy át fognak ezen a dolgon törni. De hát itt tulajdonképpen igazából beszéltünk ilyen futball szakmai dolgokról, de azért gyorsan el kell mondom a kedves nézőknek, meg neked, hogy ez igazából ennek az a lényege, hogy van két diskurzus, az irodalom diskurzusa és a futball diskurzusa, azok nem nagyon szoktak összejönni. Nem mondom, hogy egyáltalán, például épp az Eszterházinál, vagy a Garacinál, vagy a Darvasinál, tehát azoknál az embereknél, akik egyébként játszottak, vagy játszanak is a csapatban, nagyon sokszor téma az a futball, de az a jó, hogy össze tudjuk hozni ezt a két beszédmondot. Tehát tulajdonképpen, amikor meghívnak minket Magyarországon valahova, és most itt mindenkit biztatok, hogy hívják meg az íróválogatott valahova, akkor általában az szokott lenni, vagy mindig az szokott lenni, hogy focizunk is, meg van egy irodalmi rendezvény is, ahol felolvasunk, beszélgetünk a helyiekkel, stb. És ez mindig nagyon jó szokott elsülni. Tulajdonképpen arról van szó itt is, hogy az irodalmat próbáljuk elvinni olyan helyekre, ahová nem nagyon szokott elkerülni. És a nemzetközi tornák pedig elég sokan vettünk már részt, az meg arra jók, hogy valamilyen emberi kapcsolatok, írói kapcsolatok keletkezzenek. Most ugye arról van szó, hogy az írók, az irodalmárok, azok meglehetősen ilyen magányos harcosok, és a futball pedig egy közösségi játék, ezt mindenki tudja. Tehát az a jó, hogy ez a két dolog, ez a túlzott individualizmus, meg a csapatjáték, az össze tud kerülni. Világos, de ezek szerint akkor ez izgalmas, meg szórakoztató is ebbe a dologba. Egyébként ezen a tornán ki volt a úgymond leghíresebb író? Hogyha az összes csapatot nézik. Természetesen Bandi. Kukorelli hát, Endre. De pusztán sokáig kell élni ezzel múlik. De egyébként nem ő volt a torna legidősebb játékosa. Volt egy 66 éves török, azt hiszem? Egy török srác. De Bandi kiírthatatlan a csapatból, Gábor, nem? Hát majd várját, hogyha... Ugye kiírom, hál' Istennek nem vagyok sérülékeny, de nyilván előbb-utóbb majd aztán kiírom magam. Hát jó, mert az a kérdés, hogyha itt generációváltás van, és megjelentek a fiatalok, akkor... Az jó, hogy van egy vegyesség, nem? Hogy vannak igen. Ilyen idősebbek. A rutin. Kell a rutin? Hát az abszolút nem, de... kell a rutin. A Bandit szerintelenül fogalmazott, amikor a játékos edző pozícióként, vagy pozícióját megjelöltük, vagy megjelölted, de tényleg nagyon nagy szükség volt arra, hogy a kispadon, a pálya mellett ott instrukciókat adjon, volt a remek meglátása, minden szerintelenség nélkül mondom. És amikor a pályán volt, akkor is, hogyha nem is tudott sokat hozzátenni, mert a lába sajnos nem bírta, de akkor is volt egy olyan energiája, adott egy olyan energiát. Na jó, a fiatalok helyette. Azért felnéztek a Kukorelli Bandira, megtiszteltetés volt, hogy egy csapatban játszott. Rossz hallanom. A döntőben, ha jól olvastam a tudósításokat, Észak-Ciprus profikkal felálló válogatottja volt az ellenfél. Azért, hogy itt hivatásos vagy egykori futballisták voltak, mint sehol egy költő, egy slammer, egy regényi, vagy legalább egy Orhan Pamuk kutató irodalomtörténész? Az az igazság, hogy Észak-Ciprus, ez nem Észak-Ciprus válogatottja volt, hanem az egyetemé, tehát hogy a minket vendégül látó és szerénytelen, vagy tehát hogy abszolút azt mondhatom, hogy mindent megtettek azért, hogy mi jól érezzük magunkat, tehát ez a török all-inclusive vendéglátás volt, és ez az egyetem csapata volt igazából, tehát tanároktól kezdve takarítókig, illetve néhány első osztályú játékos, az egyikükkel meg is gyűlt a bajom. Hát ezt akarom kérdezni, azt mondja, idézek a tudósításból, az egyik ismert ciprusi játékos 1-0-ás magyar vezetésnél többször belerugott a magyarok kapusába. Belányi öcsi ekkor a kívülállók szemszögével nézve, mintha leteperte és torkon ragadta volna ellenfelét. Ezután kapusunkat, jelesül öcsi, téged kiállítottak. Ez így történt. Az kemény volt nézni kívülről. Kemények az írók, nem? Az történt, hogy én lassan 37 éves leszek, én soha nem kaptam piros lapot, pedig elég sokat fociztam már.
kispályán egyszer kaptam egy-két percet, mert túl sokáig beszélgettünk egy ellenfelemmel, de utána egyébként, amikor így beszélgettünk a döntő után, Bandi megjegyezte, hogy ha fel kellett volna állítani egy sor, egy listát, hogy ki kap piros lapot, akkor azon én szerepeltem volna az utolsó helyen, és én is így voltam ezzel, de hát volt ez az ember, aki már az első fél időben, én többször kértem, hogy inkább játszom, mint amit művel, mert hogy feldobta magát, reklamált, belerúgott az Attilába, aki remekül tartotta, egyébként a Berka Attila. És aztán jött egy zicser, ő hozta a labdát, én megfogtam, ő mögöttem volt, belerúgott egyet a lábamba, kiejtettem a labdát, megfogtam a labdát, belém rúgott még egyszer, leraktam a labdát, megfordítottam, mert akkor ő már hasalt, megfordítottam, és elkezdtem üvölteni az arcába, hogy te mit csinálsz. Ez történt. Egy olyan állapot, hogy a legjámborabb csapatokból is kioszta az állapot. Volt hát a 10 perc körülbelül, és egyből vezettünk. Jó, akkor, tehát akkor, amikor jött le az öcsi, és láttam, hogy beáll az egyik fiú, akkor azt mondtam, hogy mármint a kapuba, akkor azt mondtam, hogy ajaj, ez elment ez a dolog, de nem ment el, még rúgtunk két gólt, úgyhogy. És úgy lett ők egyet, ti kettőt, és 3-1-re nyert a csapat. Ezek szerint akkor öcsinek van beugró tartaléka is, igaz? Mindjárt hárman is jelentkeztek, hogy beállnának a kapuba. Igen, de Moldován Lucifer állt be végül is a kapuba, aki egyébként a mezőnyben is remekül játszott, azért ezt mondjuk el, másokat is persze fel lehetne sorolni, de aztán a kapuban is helytált, igen, és amikor kirúgta a labdákat, végre átjött a félpályán, nem úgy, mint amikor az öcsinált a kapuban, de ezt persze csak én megfogtam a labdákat, vicc. Ő kirúgta a félpályán. Mester, végére értünk, ki volt a legjobb játékos, kinek adnád oda ezt a címet? Hát vagy 3-4-en versenyben vannak, például az öcsi is, abszolút. Tehát nélküle valószínűleg olyan gólokat kaptunk volna, tehát amit nyugodtan meg be lehet kapni. Tehát, ha mondjuk a mezőnyben kellene egyet, akkor a nagy Danit mondanám, nagy Dani nevű fiatal költőt mondanám, aki fantasztikus, tehát úgy tartja meg a labdát, hogy szerintem bárhol ő megállná a helyét, egy nagyon-nagyon ügyes, kvázi körül növi a labdát, és nem lehet tőle elvenni, szóval nagyon-nagyon jó, és nagyon kombatás, harcos, meg minden, bead, lő, minden. Gratulálunk nektek, és akkor haladjon a karaván tovább belföldön is. Van már valami nagy nemzetközi feladat? Látjátok, hol lesz a következő napon? Egyelőre Kecskemét és Dunaújváros júniusban, viszont hát vissza kell vinnünk a kupát jövőre, tehát Ciprus. Ciprus. De akkor maradjunk úgy, ahogy szokták ezt manapság mondani, hogy csak a következő meccsre koncentrálunk. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Köszönjük.